Előbb Gábor Gergő, a rutinos, több poszton is bevethető játékos, majd Vecsei Roland tartalékkapus produkált az elmúlt héten pozitív koronavírus tesztet, minek következtében elmaradt a bátaszéki csapat soron következő hétvégi bajnokéja a Tamási ellen idegenben. Ők legalább két hétre kiestek. A nemrégen érkezett új edző Kalmár Ferenc szerint pótlásuk nem okos gondot, ám abban nagyon bízik, hogy a csapat többi tagjával találkozni fog a hétközi edzéseken, mint egészséges emberekkel, és készülhetnek a következő bajnoki meccsre a Dunaföldvár ellen. Az új edző még mindig dühöng a Tevel ellen X, de legfőképpen a legutóbbi Bonyhádon 3-2-re elvesztett meccs miatt is, amit meglátása szerint a játék képe és a helyzetek alapján gólokkal kellett volna megnyerniük, de nem ez történt. Arra vagyok inkább legjobban mérges, hogy nem tudtuk berúgni a helyzeteket. Háromszor üres kapuba voltunk, meg körülbelül 4-szer vagy 5-ször vezettük kapusra a labdát, az nagyon sok. Ez elengedhetetlen, hogy ez nem tudjuk berúgni, egyszer eljönnek és fejelnek vagy rúgnak olyan gólt, ami nagyon-nagyon el lehetett volna kerülni. Ilyen óvodás gólokat kaptunk sajnos. Erre a játékra, ami az erősen feljövővel levő Bonyhád ellen mutatott a bátaszék, tényleg lehet építeni bárki ellen. Legyen az a dobogóvárományos listavezető Gerjen, a Tamási, vagy a Fejér megyéből beerősített, momentán tabella második Bölcske, bánja, hogy nem mérkőzhettek meg a vírus miatt már most ez utóbbival, vagyis a Tamásiakkal. A régen nem látott nagy konkurencia harc ellenére a jelentős ponthátrány tudatában is Kalmár Ferenc csakis a bajnoki cím megszerzésével lenne elégedett. Engem más nem érdekel, tehát a második, harmadik, meg ötödik hely az engem különösebben nem foglalkoztat, meg az első hely, amiért kell küzdeni, amiért meg kell halni a pályán. Szeretném átadni azokat, amiket én voltam. Mindenki úgy hajtson, úgy küzdjön, és annyira szeressen nyerni, ahogy én. Csak a 50%-ba át tudják venni ezt a srácok, akkor biztos, hogy bajnokságot tudunk nyerni. Ami az esélylatolgatást illeti, Kalmár szerint a most beinduló Bonyhád segíthet nekik a Gerjen és a Bölcske utolérésében. A Bonyhád szerintem megveri mind a kettőt, tehát a Gerjent is, meg a Bölcskét is, de én úgy gondolom, hogy mi is ugyanúgy meg fogjuk verni mind a két csapatot. Tehát mi jobbak vagyunk, hát játékos anyagilag is, meg erőlétileg is, mentálisan, fizikálisan, én úgy érzem, hogy ebben nem lehet gond. Ami viszont gond, és erre már a közelmúltban bátaszéken volt negatív példa, a játékosok munkával, magánéletbeli dolgok miatt egyszerre csak nem tudnak úgy edzésre járni, mint az utóbbi időben. Kalmár Ferenc is tart ettől, amire utaló jelek most még nincsenek. A mai napig megvan ez a probléma, vannak olyan játékosok, de hát megpróbálom mindent megoldani, hogy mindenki jól érezze magát, és 100%-osan oda tudja tenni magát a mérkőzéseken. Edzésen úgy szoktam csinálni, hogy mindenkire odafigyelek, és ha úgy adódik, akkor edzés végén kimaradok vele, és akkor maximum több edzést csináltatok vele. Tehát erőlétileg is, labdajátékokban is, tehát ezekre jobban odafigyelünk. Kalmár Ferenc, mint a megye egyik legtapasztaltabb, komoly játékos múlttal bíró edzője, hosszabb távon is el tudná képzelni a bátaszéki edzőséget. Ha most nem tudnánk megnyerni véletlenül a bajnokságot, akkor jövőre akarjuk megnyerni a bajnokságot. Tehát nálam ez nem múlik el, hogy most akkor is ilyen középszerű csapatot szeretnék csinálni. Hát, vagy most, vagy jövőre, de meg kell nyerni. Mert hogy bátaszéken újra bajnoki címet szeretnének ünnepelni, nem csak a játékosok, a támogatók, és persze maga az önkormányzat is.